és Google. Köszöntjük a csodás Hídvégi Andreát, aki, ahogy Krisztiánnal nem látják, a csodás lábakért fogunk tenni ma délelőtt, mert hogy nekem például tudom, hogy ez a legneccesebb, a belső comb, de gondolom sok hölgy van ezzel így, és akkor mindig halljuk, hogy googoljunk, vagy kitörjünk, vagy mit csináljunk, fáját érdünk, borzasztó, de te most itt vagy és elmondod, hogy mitől lesz az embernek gyönyörű a lába. Hát ezért ez genetikai adottság is, úgyhogy olyan, mint a posinak a formája, ugye egyszer volt, amit bent ilyen brazil posi miatt, hát ezért csinálhatunk mi brazil posit, ugye, hogyha olyan a testi adottság, hogy ezt nem tudjuk ugye megvalósítani. Hát én igazán mindigból, amiben hiszek, az, ami ugye a testtartáson alapul, én mindig ugye mondom ezt a pilates alapot, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tartod magad, lenne a lapocka hosszú, ugye megnyúlt a gerinc, szépen ugye tartod a bordákat, semleges medence központ, és az ebből végre, így van, ebből végrehajtott gyakorlatokat, ugye ez teljesen mindegy, hogy ez legyen googleás, akár lehet ugye googleás, hogy ezt tartod, olyan, mint hogyha hátra mondjuk leülnél egy szekrényre, vagy egy mondjuk az ágynál szoktuk gyakorolni, hát nem úgy, azért a párhuzamos lába csípő széles nagyon fontos, és az is, hogy mind a két lábadon egyenletesen oszlásd le a testsúlyodat, kihúzod lenne a vállapot, és onnét le. Hát van hely. Meddig gugolunk ilyen? A térd ne jöjjön előre, minél jobban hátrafele kellene, mint hogyha... Igen, ez egy kicsit de úgy érzem, hogy itt a sarkomon van a... Igen, egy picit hátra is megy, de középre, csak ne menjen ki oldalra, és ne mozduljon el, ugye ez a stabilitás segíti. Vannak ugye azok a hagyományosak, amikor itt oldalt vagyunk, itt is nagyon kell figyelni arra, hogy ne mozduljon el így a medence, így ennél be kell állítani semleges, és tartani kell, és akkor abból a gugolás meg lehet csinálni, úgyhogy helyesen. Én abban hiszek, ugye mivel pilátesz, abban ugye 6-10 ismétlés szokott lenni, de az koncentrált legyen. Mert ugye én azt látom a vendégeken jó sok év alatt, igen, hogy így mindenki felhúztak, igen. Én nem tudom, biztos korra jár. Nem, biztos korra jár, de hogy az ember egyszer csak lenyugszik, és akkor azt mondja, hogy figyel arra, minőségidőt tölt ugye magával, gyerekei vannak, családja van, és akkor azt mondja, hogy nekem van 2 darab órám, de ez a 2 darab óra nem úgy teljene, hogy kötelező, hanem úgy, hogy én azt élvezzem. És ugye abban meglássam, hogy mi az, ami ugye ez egy nagyon jó mondat egyébként, mert hogy sokan azt mondják, hogy na, letudtam az edzést, meg volt mára, de hogy azt ne letudjuk, hát hogy, hanem nem, igen. Az élvezeti cikknek kell lennie. Szerintem lehet, hogy ez kóra jár, nem tudom, de hogy nekem is így jött. Tehát, hogy ott vagyok benne a mozdulatokban, megtartom magam, figyelek rá, és azért, hogyha megfigyelitek azt, hogy... Gyere egy kicsit előre, nehogy az asztal tényleg így nem jussz rá. Látom, hogy hol van, nem. Hogyha koncentráltan hajtod végre, sokkal jobban érzed az izmaidat. Egy másik, hogyha stabilizációra figyelünk, például egy lábon állásból történő bármiféle gyakorlat, ugye te voltál ugye balettos, meg táncoltál, akkor az így végrehajtott gyakorlatok, és lenne vál lapocka, és ezzel tartod. Eleve, hogyha valaki megfogja egy derekát, akkor érzi, hogy dolgoznak ám az izmok. Is, igen, meg itt. És akkor szép hosszú a gerinc, akkor ebből a körzések, ugye? És a zebla körzések, és hogy nem az ön a medence, mert vidéki ugye akkor így ki, és nem tudja megtartani az egyensúlyát. Táncosok természetesen, de én például megtettem a vendégeimnek, hogy kell tudni egy lábon állni, és nagyon-nagyon fontos a stabilitás. Ez amikor mindig mondom, reggel alsó nadrágot veszek fel, akkor is kell tudni egy lábon állni, mert elesek, nem? Tehát így húzom fel. Hát csak akkor az... Pontosan berekad. Erre az összefüggésre gondoltunk. Csak gyakorlatilag dolgokat behozom. Hát. Akkor fontos az például, hogy mi amikor így kilépünk, és mondjuk vannak ezek a gyakorlatok, tudod, hogy fönn a sarok és leengeded, befele néz a sarok minden, és nem mehet ki a térd. Ugye a bokka vonalán kívül. És minél lejjebb megyünk, és ott megtartjuk stabilizálva, és akkor elkezdünk mozogni, akkor lehet látni, hogy sokkal jobban érzed a vádlidat is mindent. Amiben még hiszek, hogy cipő nélkül dolgozunk, minden napokban x órát benne vagyunk olyan cipőbe, például ez, ami rövidíti a vádlit, és nem dolgoztatja meg ugye itt a tartnál az izmokat, és akkor innétől kezdve ugye beállhat egy görcsösség, ami nem csak azért áll be, hanem azért is lehet, mert ugye nem használjuk a központot, de nagyon-nagyon fontos, hogy az alapvető testtartásokat tartsuk, és abból hajtsunk végre abszolút olyan gyakorlatokat, hogy figyelünk a minden egyes mozdulatra, semmi nem mechanikus, nem gyorsítjuk föl, hanem minden ponton benne vagyunk, benne maradunk abban a mozgás, mint végzünk. Hogyha szép feszes combokat szeretnénk, erős vádlival, milyen gyakran kell ezeket a gyakorlatokat végezni? Heti hány alkalom? Egy hogyha valaki át. Heti 2-szer minimum,
Tehát, hogy az mindenképpen, amit ugye mondtam, nekem nagyon szépen változnak így a vendégeim a heti kettővel, de akkor ott kell lenni. De akkor nem dolgozunk, nincs gyerek, de nem tudom, lehet otthon is csinálni, nem mondjuk, akár tévé előtt is csinálhatom. Ha benned van az, hogy el tudsz vonatkoztatni attól, hogy mondjuk csörömpöl a valaki fakanála, vagy közben rohangálnak, vagy dudány, vagy akármi történik, és van... Körzök a lábamban. Igen, hogy van neked arra, hogy mondjam, motivációt, hogy otthon ezt végez, persze, ez mindenhol tökéletes. Egy futás is lehet egyfajta meditáció, mert ez egyébként az abban az értelemben, hogy benne vagy a mozgásban. És ugye ezáltal lesz minőség. Honnan tudok ebből fogyni? Mert van, aki mondjuk ilyen vastagabb lábú például, hogy az mi fusson mellé, vagy mit csináljon? Mindenképpen szokták ajánlani ugye egyértelműen a kardiót, de én mindig elmondom a realitást, mert ugye nagyon sokszor van, hogy ilyen fogyókúra program, ilyen, ezzel tutifoc, mindenkinek vannak adottságai. Az adottságaihoz mérten lehet ugye az optimálisat, vagy a nagyon szépet kialakítani, uh-huh. és azokat el kell fogadnunk, hogy azok így vannak, léteznek. Nekem is arányaihoz képest mondjuk persze nevetnek olyankor, ha mondom, arányaihoz képest ez a realitás, hogy vastagabb a combom. Uh-huh. Tehát én nekem sose lesz ideig érő hosszú combom, mint például utána. Nekem is csalók a felsőtestem hosszabb, de sokkal, akkor is, de egy gyönyörű hosszú vádlid van. Például a vádli az totális adottság. A feneket combot tudjuk, egyértelműen persze a meghatározott kis gyakorlatok, én csak annyit mondok, hogy ha tartjuk stabilan, ugye a medencét, és úgy dolgoztatjuk előre is, meg hátra, és akkor sokkal aktívabban dolgoznak az izmok, és sokkal koncentráltabban és hatékonyabban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Lábnak. Mai nap lábnak. Köszönjük, hogy itt voltál.